professzor úr találkozott-e ezekben a nehéz időkben Bajcsi Zsilinszky Endrével? Csak egyszer találkoztam vele. Éjjel volt az ő lakásán egy titkos összejövetelünk, körülbelül 10-12-en lehettünk, ahol terveztük azt, hogy repülőgépen egy küldöttség meneztünk az oroszokhoz, hogy azok koordináljuk az orosz mozdulatokat, amit titkos szervezetünkkel. Nekünk sokfelé volt szervezetünk, amíg én nem tudom, hogy pontosan hol voltak, mert az Alpári kezébe futottak össze a szálak. És Alpári kapcsolatban volt Bajcsi Zsilinszkyvel? Nem tudom, hogy mennyire ezen volt. Ezen a megbeszélésen, ahol arról volt szó, hogy átrepül professzor úr a szovjet oldalra, itt Alpári is jelen volt? Arra nem emlékszem. Az valószínűleg, de nem emlékszem rá. Egyedül ment erre a megbeszélésre? Én egyedül mentem éjjel, ami nagyon veszélyes volt, mert utca tele volt járőrökkel, és kellett félnem, hogy letartóztatnak, de sikerült a alsó Dunaparton úgy átjutni, hogy nem fogtak el. Elmondta-e önnek Kálai, hogy milyen feltételek mellett lenne hajlandó az ő kormánya szembefordulni a népekkel? Ezt részletekről nem tárgyaltunk, azt ő rám bízta, de az volt az írásom, hogy ők mindent hajlandók megtennek, amit lehet. Ugye ők abban a pillanatban kiugortak, csak akkor nem lehetett. Ugye a német hatalom annyira birtokából lett. Tehát a lényeg az, hogy kiugranának abban a pillanatban, amint lehet. Vagy amerikai amint lehet. Csapatok érkeznek. Amint lehet. Amint lehet. Amint a kiugrottak voltak, és az egész biztos vagyok, hogy az ország nagy többsége mellettük lett volna. Ugye? De minden országban az embereket három csoportba lehet osztani. Az egyik, ami közömbös, ami egyszerűen a csorda után megy, a másik pedig, aki csak a hatalmat és a pénzt keresi, és azok mindjárt a hatalom mellé állva, és a harmadik, aki a lelkébe hordja az igazi énjét, és várja, hogy alkalom adódjék, hogy magát hasznosra tegye.